szürke Toyota, türkiz Opel, rumors spin round, and that takes his time, but the check outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know Mercedes. If you wanna go to that whole mile on the range. Fekete, got a lot of nice girls. I'm racing. Autovadász.eu weboldalra arányait tekintve a vonzás körzetből, például Pest vonzás körzetéből, Dunakesziről elég sok bejelentés érkezett, tehát arányait tekintve több autót loptak el, mint Pest vonzás körzetéből máshonnan. Ezt nem kell úgy tekinteni, hogy irdatlan nagy mennyiséget, 5 darab bejelentésről beszélünk. Dunakeszire szoktunk kijárni, ellenőrizni, ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a polgárőrök is rendszeresen ellenőrzik a dunakeszi parkolóit és dunakeszi vonzás körzetét is. Nem csak erre kell odafigyelni, hanem a dunakeszi környékén található bevásárló központokban sok gépjármű feltörés is történik a felelőtlen tulajdonosoknak és a bűnözőknek is köszönhetően, hiszen nagyon sokan hagyják az értékeiket jól látható helyen, vagy pedig úgy pakolnak az autóba, hogy mikor mennek vásárolni, kinyitják a csomagtartót, lehet látni, hogy milyen értékek vannak az autóban, és hát a bűnözők rögtön le is csapnak, mikor bementek a gépjármű tulajdonosa és a többiek vásárolni az üzletházba, akkor le is csapnak a bűnözők. Van egy figyelőjük, akik figyelik azokat, akik bent ténykednek, és közben nyugodtan dolgoznak kint. Régebben elég sok lopott gépjármű megkerült például a dunakeszi lakótelep parkolóiban. Mostanában ez annyira nem jellemző, hiszen mi is most járunk és ellenőrizzük a parkolókat. Volt több gyanús gépjármű is, amelyeket megnéztünk, de ezek a gépjárművek rendben vannak, nem lopottak. Hát ez rendben van.